A videó valódi apropója amúgy az, hogy jó a hajam, és ezt meg kell örökíteni. Nem. A valódi ok az igazából nem ez, hanem az, hogy így nem lesz talán lelkiismeret furdalásom azért, mert főzéssel töltöm az időt, hogyha közben tartalmat is gyártok belőle. Úgyhogy mindenki jól jár. Szeretnék csinálni egy csicseri omlettet azért, mert nagyon sok kenyeret eszem mostanában, és a mostanában alatt azt a 2 évet értem, amióta a kisfiam megszületett. Azt gondolom, hogy az átlaghoz képest azért továbbra is nagyon egészségesen eszem, meg eszünk, viszont magamhoz képest, meg nem. Tehát én régen szökőjében tehettem például így kenyeret, nem ördögtől való a kenyér, meg ilyen, nem tudom, ilyen kovászos, ízét eszünk, szóval oké. De amúgy nem vagyok egy óriás glutén fan sem, viszont nagyon sok kenyeret eszem, egyszerű, gyors, bekapom, izé, de a csicseri omlett is igazából egyszerű, meg gyors, nem annyira, mint megkenni egy kenyeret, de sokkal táplálóbb, és tele van fehérjével. A csicseri omlett az csicseri lisztből készül, mutatom. Ezt én csomagolásmentesen vettem, csomagolásmentes boltban, de lehet kapni bioboltokban is, és ez száraz csicseri borsó ledarálva liszté. És ugyebár ahogy a csicseri borsónak is, így a csicseri borsó lisztnek is, nagyon magas a fehérje tartalma. Teszek még bele Himalája sót, ez egy ilyen záptojás szagú, úgynevezett kénes szagú só, ami azért jó, mert hogyha éppen csak egy kicsit tesz az ember az ételbe, akkor egy ilyen tojásos ízt ad a kajának, és ugye, hogyha ilyen tojást imitál az ember, akkor ezt lehet használni, de amúgy tök simán ki lehet hagyni, én egy csomószor kihagyom. Teszek még bele sörélesztő pelyhet, ami pedig egy ilyen kamu sajtos ízt ad a dolognak. Ezt nem szokták írni a receptek, de természetesen teszek bele őrölt lemmagot is. Omega 3, shabari shabaran. Shabari shabaran. Nem mondom el, mert minden egyes alkalommal elmondom. Baking powder, sütőpor, sütőport lehet még beletenni. Én egyébként van, hogy ezt is kihagyom. Hát a kurkuma az elég erőteljesen szerepet szokott ebbe játszani, de mivel a fogszabályzómat elszínezi, ezért én azt nem teszek bele. Viszont egy kis fokhagymaport azt igen. Szerintem a sima fokhagyma az túl intenzív ehhez, ez viszont üres, úgyhogy... Ez komoly? Várjál. Ó, beszarsz! Van! Nyugi! Na, szóval ezekből fogom csinálni a csicseri omlettet. Omelette du fromage, de ugye nem mindegy. What did you say? Omelette du fromage? Tök mindegy, mert úgyse fromage, és sem nem du, sem nem o. Szóval ezeket most majd mindjárt, viszont előtte még csinálok bele dolgokat. Ezeket fogom beletenni, szerintem, tofut. Ezt a Lidl-ös füstölt tofut, vagy hát igazából mindegy, hogy milyen, csak füstölt tofut szeretem nagyon. És ezt így csak így simán így össze fogom sütni, akkor ez esetben egy kis csinálok egy ilyen szójaszószos, citromos, tahinis keveréket, és az lesz benne, és ezeket, jó, oké, jó, ez már izé, ez is maradék, ez is jó, csak ezt kell megmosni. A zöldségeket felaprítjuk, hogy mi van, ez nem jó. Jó, tehát meghámozom a répát. Ja, várjál. Jaj, mert ma ünneplik a bölcsiben az Emil minden arré szülinapját. Na mindegy. Csak a hagymától van ez, hogy... Jaj. Na. Édes mozgó. Na, jó, elég ebből. Nem kell itt a izé. Érzések. Semmi szükség rá. Hú! Szétestünk. Szóval, vagy előbb a... Ja. Jó, tehát ezt most félretesszük.
Azt meg. Jó, akkor répát is mégis újra megmossuk. Szóval közben rájöttem, hogy mégiscsak megcsinálom előbb a... Vagy nem? Hogy egy picit összetudjon érni, mielőtt megsütöm. Ami olyan tálba kéne, hogy lássátok, hogy mit csinálok. Jaj, de jó ez. Megpróbálom ebbe, de túl kicsi lesz hozzá. Előre szólok. Kapolok megint. Többit is elővegyem. Whatever. Egy csésze, ami két... Csésze? Csésze. Gyerünk már. Remélem, hogy a mikrofon az mostanáig nem volt jó. Azért ezt ki kell mérni, szóval ezt tényleg nem lehet úgy hasraütésszerűen. Ebben nagyon durván nem fogunk elférni. Akkor teszek bele egy... Oké, menj már arrébb, Istenem. Hát mi ez? Fél evőkanál, nem tudom mi, teáskanál. Őrötlen magot, de tényleg nyugodtan hagyjátok el. Egy kis füstölt paprikát, az mindig jó. Hogyha gondoljátok, tényleg tegyetek bele kurkumát, az nagyon sokat fog rajta dobni. Színben is meg. Ízben is, de ne sokat, mert az meg gáz. Na most abban meg pláne ne sokat, az ez a fekete Himalája só. Tényleg csak egy csipettel. Sörélesztő pejhet. Hát most mit mondjak nektek? Hogy hozzam hozzátok közelebb? Egy negyed. Sörélesztő pejhet, ezt is elhagyhatjátok. Jó, hogy elmondtam, hogy azért ezt a receptet kövessétek. Szívesen. Fokhagyma granulátum, ízlés szerint, ez mondjuk sok. Jó, és akkor még, igen, még akkor egy pici kis késhegynyi sütőpor, és akkor ezt az egészet így szárazon összekeverjük, nyilván, mielőtt még hozzájönne a víz. Szóval van, ahol szoktam látni növényi tejjel, lehet, hogy úgy még krémesebb, még jobb állagú, el tudom képzelni, de én ezt most nem bonyolítom, mert már így is kihullik a hajatok ezektől az összetevőktől. Még a sót még azért. Kicsi só, kicsi bors, meg hát persze bármilyen zöld fűszer mehet bele, és akkor már csak annyi van hátra, hogy egy bögre vízzel ezt felöntsük. Ez még nem teljesen bögre, most bögre. Jaj, de kicsi! Villára váltok, gyorsan! Gyorsan! Egész jól, sok jó ember kis helyen is elférna. Jónak tűnik így a konzisztenciája. Ups. Na és akkor újra térjünk gyorsan vissza. Lehet, hogy amíg áll, addig be fog úgy sűrűsödni, hogy majd kell még tenni hozzá vizet. Felvagdosom a paradicsomot, hogy ez is egy kicsit ad neki egy ilyen kis szószt majd, vagy hogy mondjam, nem lesz tőle olyan száraz. Csak úgy, sícsúgy, pik-puk, hagyma az sok legyen. Paprika, ezt a piacon vettem, nagyon-nagyon fincsi. És akkor ezt a fél tofut fogom még megsütni hozzá. Tényleg, ha valaki nem szereti a tofut, akkor próbálja ki a füstölt tofut, mert szerintem ég és föld a különbség a kettő között. Na most legyen az, hogy megint elpakolok. Gyorsan. Mielőtt tovább megyünk, szeretném nektek bemutatni a videó szponzorát, a legedle.hu webáruházat, akik mikrozöldségek és csírák forgalmazásával foglalkoznak. Ilyenkor sajnos már nem feltétlenül elég, hogy az ember annyi zöldséget egyen, mint mondjuk nyáron, mert ugye a zöldségeknek, salátáknak a vitamintartalma azért ilyenkor már erősen kétséges. És ilyenkor jönnek a mikrozöldségek, illetve a csírák, amik viszont abszolút vitaminbombák, ezerféle dolgot lehet csíráztatni és mikrozöldséget csinálni belőle. Én most például egyszerre csíráztatok és növesztek mikrozöldséget napraforgó magból. Ez nem az a napraforgó mag, amit a boltban lehet venni, szóval kifejezetten ezekből a dolgokból olyat kell venni, ami csíráztatásra és vagy mikrozöldség növesztésre valók. Mutassak egy ilyen folyamatot nektek. Mutatok!
beáztatok egy csírát is, meg csinálok egy mikrozöldséget, elültetek egyet, hogy megmutassam, hogy hogyan kell. Ilyen nagyon szuper kis papírzacskóban van az, az összes dolog, amit küldtek, ami szintén nagyon jó, mert az egész, tehát egészen onnan, amit ők kapnak magukat, odáig, ahogyan ők ezt továbbadják, minden-minden műanyagmentes, aminek nagyon örülök, tehát, hogy itt még azért a extra fenntarthatósági szempontok is bejönnek. Egy tálca mikrozöldség, az kb. 200 forintra jön ki. Most, hogyha bemegy az ember a boltba, és ugye ilyen kis műanyag dobozkában tudja esetleg megvenni a mikrozöldséget vagy a csírát, akkor az, hát az ugye eleve nem hulladékmentes, és hát elég durva ára van általában. Ez egy ilyen kender rost párna. A legtöbb magból egyébként lehet csinálni, akár csirát, akár mikrozöldséget, de nem mindegyikből, viszont mindenre nagyon részletesen rá van írva, hogy mire, mit lehet belőle csinálni, és hogy melyik esetben mi a kezdő lépés, illetve hogyan kell az egész folyamatot csinálni. Plusz kaptam tőlük tök jó kis táblácskákat, ami egyrészt azért jó, mert bizonyos ideig ezeket sötétben kell tartani, és ez pont jól ráilleszkedik ezekre a tálcákra, tehát ez alatt lehet sötétben tartani a mikrozöldséget. Illetve itt a hátulján, tök dzsúvás, de mindegy, nagyon szépen le van írva, hogy mikor mit kell vele csinálni, plusz van egy másik fajta tábla, és meg ott van, hogy melyik magnak hány napig kell sötétben lennie, hány napig világosban, és akkor ilyen ollóval mutatja, hogy mikortól lehet elkezdeni betakarítani. Csináljunk mondjuk egy zsázsamagot, ezt még nem próbáltam, ezt odébb rakom. 4 napig kell majd sötétben tartani valószínűleg, egyébként addig kell, ameddig az első levelek meg nem jelennek, onnantól pedig világosba kell tenni. Szóval 4 napig kell majd sötétbe tenni, 2 napig világos, mert hogy utána több napig világos, hogy 2 nap után már el lehet kezdeni enni is akár. A mikrozöldség ültetést tehát úgy kell elkezdeni, hogy be kell áztatni ezt a kenderos lapot, hogy átivódjon vízzel, és hogyha jó magába szívta a nedvességet, akkor rá lehet szórni a magot. A magoknál annyi a lényeg, hogy ne menjen egymásra, szóval, hogy lehetnek sűrűn, de ne csúszanak rá nagyon egymásra. Szóval így rátettem a magokat, és innentől már csak annyi a feladat, hogy jól bespricceljük, bármilyen spriccnivel, hogyha van otthon nektek tiszta, nyilván az fontos, hogy ez ne valamilyen régi vegyszeres spriccni legyen. Ezzel jó alaposan be kell spriccelni reggel, este, meg hogyha napközben arra jártok és észreveszitek, hogy száraz, akkor érdemes olyankor is, de alapvetően elég reggel, este. Le kell takarni egy ilyen tálcával, amit mutattam, és ennyi. Én egy ilyen mikrozöldséges lány vagyok, nem annyira csírás. Jobban tetszik nekem a mikrozöldség verziója. Szóval nézzétek, ezt akartam megmutatni, hogy ez ott alul, ott, ilyen nagyon brutál, ilyen gyökér része van. A magokat, meg meg ezt a gyökeret, ezt így külön a mikrozöldségnél el lehet kerülni. Ez nekem jobban tetszik, de amúgy csíráztatni is szeretek. Ha csíráztatni szeretnénk, akkor pedig általában ilyen 4-8-12 órára kell beáztatni ezeket, ezt 12 órára kell beáztatni először vízbe, és hogyha letelt a 12 óra, akkor az ember leönti róla a vizet, és átöblíti. Nem kell hozzá semmilyen egyéb edény, mivel hogy ez lyukacsos, tök szépen ki lehet belőle önteni. Én egész egyszerűen, igen, itt most csöpök kicsit, mert ugye ez, én egész egyszerűen egy ilyen befőttes üveg tetőt szoktam alá tenni, hogyha csöpög, akkor ide csöpögjön, de lehet ez tálcára, vagy bármi másra. És akkor 12 óránként egyszer át kell öblíteni, vizet engedsz bele, kiöntöd, és így tartod, ahogyan ez eleve ezt a szöget így felveszi ennek a tetőnek köszönhetően. Úgyhogy igazából szerintem mind a kettő pofon egyszerű, és annyira egészséges, és annyira vitamindús, hogy mindenét, én ilyenkor mindenhez ezt teszem, úgyhogy toljátok ti is, nézzétek meg a legedle.hu oldalt, a leírásban linkelem az ő weboldalukat, és remélem, hogy ti is annyira fogjátok szeretni, mint én, és még egyszer nagyon szépen köszönöm a legedle.hu oldalnak a videó támogatását. És most süssük meg a csicseri omlettet, meg a zöldségeket. Kókuszolajjal kiolajozom mind a két serpenyőt. Először a zöldségeket teszem föl, mert arra nem fog kelleni annyira odafigyelni majd, mint a csicseri omletre. Egész egyszerűen tök egyszerre mindent bele és mellé dobok. De jó!
Kellemetlen. Teszek rá egy pici szójaszószt. Nem sokat tényleg, mert nem akarom nagyon ilyen távol-keletire csinálni. Csak hogy legyen egy kis íze. Hagyom egy kicsit sülni. Most arra, nem biztos, hogy nagyon besen. Megpróbálom így. Egy ilyen jó sűrű palacsinta tésztát kaptunk. Közepes lángra leveszem. Jól elegyengetem. Hát ezt tulajdonképpen, igen, szinte minimumra teszem. És ezzel, ami pont jó rá, ezt is lefedem. És izgatottan várok. Amúgy azért nem teszek zöld fűszert erre, mert a kamerát pont oda tettem, ahol a fiók van, ahol azokat tartom. Nyomok rá egy kis citromlevet. Hú, ez az oldal már nagyon jó. Jó, és akkor megfordítom, és nyilván eltöröm. Ne törjem el, légy szín. Hát dobjam. Hú, gyerekek, ez ús, mekkora vállalás, nem vagyok normális. Várjál. Figyelj. Hú. Jaj, nagyon izgulok, úristen. Siker. Na, ez kemény. Vega mama, nem szar a gurit? Mielőtt bárki megkérdezné, igen, ennyi házi granola van náluk. A kettővel ezelőtti videóban, vagy valamikor csináltam házi granolát, ezt egy picit máshogy csináltam, de isteni finom ez is, ez mogyoróvajas, agavészirupos, fahéjas, és ilyen natúrköles golyót is használtam hozzá. De nézzi, beteszem azt a videót, hogy meg tudjátok nézni, hogy egyáltalán hogy kell granolát csinálni. Jók vagyunk-e? Elővettem közben már a tahinit, és nem tudom, hogy ráöntsem, vagy majd csak utána. Ráöntöm, lássátok, hogy ez igazából mennyire gusztusos, és nem is lesz száraz, meg semmi. Ezt most már befejezem, mert ha most égetem el, akkor mindenkit megala. Vigy egy tányért, helyezd rá a csicseri omlettedet. Ezt helyezd vissza, mert forró. Csicseri omlett. Bele a tofus. Nem tudom, után kápia, nem is kaliforniai paprika, nem tudom, valamilyen paprikás, sárgarépás, újhagymás cucmó, és akkor jöjjön a sztár vendége a mai videónak és a kajámnak, a mikrozöldségek, amihez azért ide visszajöttünk, szóval ebbe fogom még tenni. Ez nem tudom, milyen mikrozöldségbe vallom, mert ezek nagyon hasonlítanak a kicsik egymásra, erről a nagyról tudom, hogy borsó, és ezt is így belehelyezem, mert ugye a vegánok úgyis csak füvet esznek. Ezt az egészet így belehajtom. És kész! Ez lesz ma az ebédem. Mennyivel jobb már, mint egy kenyér? Na mindegy. Úgyhogy ezt ude várom. Gyorsan fejezzük ezt be, jó? Most már zárjuk le. Hajamat láttátok, most már nem is néz ki a jól. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Kérlek, iratkozzatok fel a csatornára, és egyetek sok zöldséget, gyümölcsöt, hüvelyest, egészséges zsírokat, és mikrozöldséget. Sziasztok! Durva! Imádom! Na jó, hagyjatok enni!